Közönségünk, a színpad mostantól pedig a fennállásának 45. évfordulóját ünneplő harmonika zenekaré. A Magyar Kanizsai Zenebarátok Egyesülete 1973-ban alakult. Elsődleges célja a zenei műveltség fejlesztése a gyermekek és az ifjúság körében. A zenekar tagjai általános iskolás és középiskolás tanulók. A zene szeretete, valamint a harmonika iránti szeretet kapcsolja őket össze, aminek bizonyítéka a több mint 4 évtizedes sikeres fennállás, közös munka és számtalan díj és elismerés. Kanyiski Omladinski harmonikáski orkesztár Slavi 45 godina postojanja, te im ovom prilikom prepuštamo binu da nas začaraju svojim nastupom, kako to čine svaki put. Članove orkestra spaja ljubav prema muzici i harmonici, što dokazuje više od 4 decenije uspešnog postojanja, zajedničkog rada, brojne nagrade i priznanja. Njihov repertoar uključuje domaća i međunarodna popularna dela za harmoniku. Az Egyesület szólistái, zenekarai számtalan alkalommal vettek részt szerbiai és nemzetközi versenyeken, de még világversenyeken, fesztiválokon, hangversenyeken, szabadtéri és jótékonysági rendezvényeken és avató ünnepségeken. Vendégszerepeltek Franciaországban, Svájcban, Magyarországon, Spanyolországban, Horvátországban és Olaszországban is jártak. A zenekar és tagjai 3 európai aranyérem és 2 ezüstérem büszke tulajdonosai, valamint sok-sok elismerés birtokosai. 2011-től a Harmonika Barátok Egyesülete név alatt folytatják tevékenységüket. Az egyesület létezése óta kicserélődtek a tagok, több generáció is váltotta egymást. A zenekar alapítója, vezetője és karmestere, mint azt önök is nagyon jól tudják, Losonc Piroska. Az ifjúsági harmonika zenekar előadásában a jubileumi koncert első felében a következő darabok csendülnek majd fel. 2 zeneszám Kurt Mártól, majd Brahms 5. magyar tánca, Havlicek balkáni tánca és egy swing Renato Bújtól. Uživajte, drága publiko, u programu koje sledi. U prvom delu koncerta nastupit će Omladinski harmonikaški orkestar, a u drugom delu publici će svirati jubilarni orkestar, koga čine nekadašnji članovi. Vezenjan Losonc Piroška, dirigent Piroška Losonc. Uživajte.
senkit ne téveztem meg a függöny, azért nincs régen még a mai koncertnek, de ahogy a bevezetőben említettem, az első részben, tehát az ifjúsági harmonika zenekart hallottuk játszani, viszont most a technikai szünetben a jubileumi harmonika zenekar foglalja el helyét. Néhány szót szólnék a most következő programról. Franz von Suppéton hallhatjuk először a Könnyű lovasság című művet. Ezt követően a harmonika zenekar előadja a Cattle Bay Perzsa vásárát. És a harmadik darabra szeretném a figyelmüket felhívni, hiszen egy igazi különlegességgel, zenei csemmegével szolgálnak a közönségnek, mégpedig egy ősbemutatóval. Ugyanis Bogács Zoltán, magyar kanizsai, valamikori tagja a harmonika zenekarnak, írt egy harmonika művet, aminek az a címe, hogy Te nedveteg. Ennek az ősbemutatójára kerül most sor, tehát figyeljék, a harmadik darabot, igazán különleges lesz. A negyedik darab Márkina spanyol tánca, utána brazil egyveleget hallhatunk. A Kao Sésztetácska, Ovok programa, Moj Čiča Moda Saslušamot Krešimira Baranovića, Kolosvatovac, posle toga će slediti muzike iz raznih filmova, Doktor Živago i Reka Kaj. Što se tiče nastupa što sledi, to će biti nekadašnji članovi harmonikaškog orkestra koje su se sastali povodom današnjeg nastupa, povodom ovog jubileja i nisu štedili ni vreme, ni svoju energiju da bi nedeljama vežbali i išli na probe da vas ponovo i ponovo očaraju svojim znanjem i umećem, da sviraju kvalitetan način kako smo to navikli od njih i da slušamo sjajne muzičke komade koje su pisane na harmoniku. I dalje je dirigent Lošan Spiroška, pa pozdravite ih jednim velikim aplauzom, nadam se da su zauzela svoje mjesto.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük ezt a tapsot. Lehet, hogy életünkben nem kaptunk ennyit összesen ma este. Kétségtelen, hogy ebben a pillanatban nem könnyű megszólalni, de az ajándékok sorának még nincs vége. Engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam Banki Andrást, a Harmonikások Országos Társasága elnökét, aki elismerő oklevél átadásával készült. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát úgy gondolom, hogy nagyon szép este előtt vagy után vagyunk már, de a gratuláció az mindenféleképpen jár. Egyébként annyit hozzáteszek, hogy a magyarországi harmonikások, mert ez nem volt benne a szövegben. Kedves Piroska, kedves harmonikások, van egy mondás, hogy ne az éveket számoljuk, hanem tegyünk úgy, éljünk úgy, hogy az évek számítsanak. Hát én úgy gondolom, közben én úgy gondolom, hogy igen, itt ez a 45 éve számít, és ennek nyoma marad sok harmonikás és a közönség körében is. Engedd meg, hogy én átadjam a Harmonikások Országos Társasága emléklapját, és megköszönjem a magyarországi harmonikásokkal ápolt kiváló kapcsolatotokat. Gratulálok és minden jót kívánok a harmonikásoknak is és az Egyesület tagjában is. Délaföldi Harmonika Barátok elnöke vagyok, Bakos József, és mi is nagyon nagy, nagyon széles kapcsolatot ápolunk a zenekarral, Piroskával, és büszkék vagyunk rájuk. Nálunk Szeged környékén Magyarországon sajnos nincs ilyen színvonalú zenekar, és mi is mindig szívesen látjuk őket, és bárhol szívesen beszélünk róluk. Köszönöm szépen!